Sziasztok! Először is nagyon cukik vagytok, hogy ennyien beszivacskésztétek ezt a választáskán, és nem is gondoltam volna, hogy tényleg ennyi ember kíváncsi arra, hogy próbálok előt adni nekik. És hogyha egy embert kéne inspirálnom ezzel a videóval, akkor is megtenném, mert ezt én egy nagyon komoly dolognak tartom, és erre nagyon büszke vagyok. Talán erre az egy dologra vagyok a legbüszkébb, hogy sikerül valamit megváltoztatnom másokban, hogy tényleg pozitív irányba próbálkozhatok, terelni őket. És igazából ez a videó mindenkiről szól, mert vessük össze az embereket. Tehát itt vagyunk mi, Európában, és mostanában a társadalommal van a legnagyobb problémánk, tehát igazából már nem vagy ember, hogyha 45 kiló fölött mert lenni, mert úristen, milyen ez már? Hát milyen, bazd meg? Egy plusz size, bocsánat, nem fogok káromkodni, megígérem, szóval egy plusz size modell az esetek 90%-ában sokkal gyönyörűbb, mint egy kifutó modell. Gyönyörű arcuk van, tehát alakjuk, tökéletes, és szeretnél úgy kinézni, mint ők. Ehhez képest ránézel egy kifutó modellre, az esetek nagy részében, olyan érzésed van, hogy Jézusom, ez most egy ilyen szafariról szabadult gazella orvát, szóval így. És nem akarom, hogy lányok úgy érezzék, hogy nekik kötelességük 2,5 kilométeres comb közötti rést csinálniuk maguknak 3,5 órányi tornával és önkikészítéssel, mert felesleges, mert attól még, hogy összeér a két combod, semmi nem fog megváltozni. Ugyanúgy lesz két szemed, két lábad, két karod, jobb esetben látsz is a szemeddel, hallasz a füleddel, hallgathatsz jó zenét, ez tök pozitív. És igazából ettől még te nem leszel kevesebb emberileg, hogy mondjuk lehet 70 fölött vagy, 70 kiló fölött. És mi van akkor? Szerinted, hogyha beléd szerelmes lesz valaki, gondolom egy-kettőtök már volt szerelmes, tudja milyen. Hogyha szerintetek belétek beleesik valaki, mármint nem fizikailag. Most jó, szokjatok hozzá, hogy én így beszélek, szóval, hogyha valaki szerelmes lesz belétek, akkor szerintetek érdekelni fogja, hogy mennyit mutat a mérleg? Szerinted majd második randi után, jó, akkor felmegyünk hozzátok fürdőszoba, mérlek, hogyha 70 kiló felett vagy, akkor sztornó, mert hát azért nem érünk rá. Nem. Egyáltalán nem így, mert egy embernek a személyiségébe szeretünk bele, és nem abba, hogy éppen hány centi a derekának a mérete. Hú, kezd, de most komolyan. És azok a lányok, akik emiatt az önbecsülésük miatt bántják magukat. Tudom, egy szelfalmolt embernek nem lehet azt mondani, hogy jó, akkor ezt most fejezd be, és akkor attól kezdve nem vágja meg magát, meg akármi, de legalább próbáljátok meg elhinni, hogy mindig van mélyebbre. Tehát nekünk itt van a penge, meg a kaja. És mi a pengét választjuk, mert az mennyivel egyértelműbb már, hogy bele kell vágnunk a bőrünkbe, ami lelki probléma miatt még a külsőnket is roncsoljuk. Nem. Könnyek kell a szemünkben, de erősnek kell maradni. Teljesen mindegy, hogy éppen mi baros lelkileg. Egy fájdalmas, de erős mosoly mindig többet ér annál, mint hogy legyen 25 vágás a karodon az esküvődön, majd mondd a férjednek, hogy hát bocsika, amúgy hosszú ujjú esküvői ruha kéne, mert nekem amúgy 16 éves korom óta nem múltak el a vágásaim, bocs már. És ehhez képest mondjuk hasonlítsuk össze egy másik helyhelyzetét, a világ másik végét tényleg. Mondjuk Afrika, Gána. Szerinted melyik jobb? Európában lenni, és normálisan élni az életemet. Combrés nélkül, közepes alakkal, átlagos külsővel, vagy Afrikában élni az életedet, tök mindegy, hogy milyen a külsőd, mert senkit nem érdekel, mert olyan szintű nyomor van ott, érted? Az emberek szeméttelepeken dolgoznak egész nap, éhesen hazajönnek, majd rájönnek, hogy igazából azért jöttek haza, hogy lezuhanyozzanak, de a zuhany egy vödörben van, és az is félig koszos víz. Tehát azért érzed a különbséget, remélem. Nem akarsz nyilván olyan helyre kerülni, ahol a halálos járványok pusztítanak, az emberek nyomorognak, éheznek, de akkor te miért csinálod meg magadnak a saját poklodat? Miért kell egy olyan világba kergetni magadat, ahol kellemetlen minden, ahol fáj minden, ahol minden csak rossz dolgokra emlékeztet. Felesleges, nem tesz téged erősebbé, és azért, mert néhány ember úgy gondolja, hogy tényleg, hogyha
elsírom a világfájdalmamat, attól én mennyivel tisztább és őszintébb ember leszek. Nem. Akkor vagy jó ember, hogyha fel tudsz állni. És nyilván vannak gyenge pillanatai mindenkinek, de nem szabad, hogy ezek visszafogjanak minket a céljaink megvalósításától. Igen, a célok, ez egy másik dolog. Ha valaki azt mondja, hogy azért, mert van képzeletetek, azért, mert mertek álmodozni, ezért gyerekesek vagytok, akkor ne higgyetek nekik, mert ez alatt az 5,5 hónap alatt, nem, 5 hónap 1 nap alatt megtanultam, hogy ha az ember álmodozik, és tényleg van fantáziája, akkor mennyivel könnyebb átjutni olyan dolgokon, ami a valóságban egyszerűen nem szűnik meg. Tehát vannak dolgok, amiket nem tudsz befolyásolni, pont ezért nem szabad rajtuk rágódni. És egy másik ember, aki tőled teljesen független, sose változtasson meg. Mert emberileg te ugyanolyan csodálatos maradsz, attól még, hogy valaki, aki tényleg semmibe veszi az érzéseidet, ezt és ezt csinálta. Kit érdekel? Te ettől még ugyanúgy egészséges, lelkileg épp ember leszel. Egy olyan ember, akit most megbántottak, de fel tud kelni, és meg tudja valósítani azokat a dolgokat, amiket eltervezett. És igazából még egy fontos dolog, hogy hogyha úgy érzitek, hogy tényleg senki nincs ott, és szeretnétek valakit, aki beszél veletek, vagy bátorít titeket, akkor én itt vagyok, mert mindegyőtökben van valami csodálatos. És most szeretném, hogyha mindegyőtök oda menne a tükörhöz, és elmondana 5 jó külső és 5 jó belső tulajdonságot magáról, mert mindenki tud 5 jó belső tulajdonságot és 5 külső tulajdonságot magáról. És most én is elmondom, hogy külsőre szeretem a hajamat, szeretem a szememet, szeretem a magasságomat, tetszik a fogam és a mosolyom. 5 külső dolog, belső. Szeretem azt magamban, hogy őszinte vagyok az emberekhez. Szeretem azt magamban, hogy 3 év alatt nagyon sokat bátorodtam, és nagyon sokat nyíltam emberek felé. Szeretem azt magamban, hogy erős vagyok, és meg tudok csinálni bármit, hogyha azt szeretném, és tényleg eldöntöttem, hogy ezt így akarom. Szeretem magamban azt, hogy erőt adok embereknek, annak ellenére, hogy nem ismerem őket. És szeretem magamban azt, hogy őszintén tudok szeretni. Tehát remélem, hogy ti is meg fogjátok csinálni, én bízom bennetek. És hallgassatok nagyon sok olyan zenét, ami bátorít titeket. Tehát ilyenek meg ne álljanak a listán, hogy Little Things, meg What Makes You Beautiful, mert ezek tök alapszámok, hogyha rossz kedved van, rögtön ezt kapcsolod be. Figyeled a szöveget, igen, nekik csak elhiszed, hogy gyönyörű vagy.